Jelenleg ennek a strandi úszómedencének a fedésének a hitelesítése zajlik a Vízilabda Szövetségnél. Egészen konkrétan abból a célból, hogy az OB1-es meccseket, tehát a Cetefeger felnőtt csapatainak a bajnoki mérkőzéseit lehessen itt lebonyolítani. Erre egész egyszerűen azért van szükség, mert ugye azt mondanom se kell, hogy az elmúlt egy évben és jelenleg is brutális mértékű az az adóbevétel kiesés, ami a város költségvetését sújtja. És hogyha az ember belegondol abba, hogy a Bicskei Aladár uszodának a havi üzemeltetése az nagyságrendileg 30 millió forint, a cél most az, hogy nem tudom, hogy egészen a különleges jogrend végéig, de hogy a következő időszakban zárva maradjon a Bicskei Aladár uszoda, és a sportolói, legyen az utánpótlás, vagy felnőtt úszó, vízilabdázó, uszonyos úszó, vagy búvár sportolóknak az edzése és a versenyeztetése az itt történjen. Ugye a tavalyi évben rengeteg probléma felmerült, hiszen sem a vízhőfok, sem pedig a maga a sátor fűtése nem volt elégséges. Ezért rengeteg sportolói és főleg a kicsiknek a szüleitől rengeteg panasz érkezett. Ezért itt történt egy beruházás, a légbefúvó rendszer egy teljesen új rendszer, és most már mi is tapasztalhatjuk, hogy mind a levegőhőmérséklete, tehát jelenleg egy ilyen 26-27 fok van idebent, mint pedig a vízhőmérséklete megfelelő, külső körülményektől függetlenül, tehát a víz is egy 26-27 fok, ami teljesen ideális a sportolásra, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a beruházás megvalósult és elkészült. Remélem, hogy a szövetség hozzájárul ahhoz, hogy itt lehessenek bajnoki mérkőzések, és onnantól kezdve azért az Eger Termál Kft. Egy jelentős spórolást tud ebben és a következő hónapokban eldönteni. Hát ami a cég számára nem csak a túlélést jelenti, hiszen itt elsősorban a munkahelyek megvédéséről szól ez a művelet, és hát nem utolsó sorban úgy szeretnénk a spórolást, hogy a sportolóink, az úszást kedvelők, vagy vízilabda szeretők ne sérüljenek, ne legyenek akadályoztatva, tehát a klubokkal is természetesen napi szintű a kapcsolat annak érdekében, hogy senki hiányát, még ha lehet, hogy egy picit kellemetlenebb, meg kényelmetlenebb is, de azért mégis a funkciót azt mindenki el tudja végezni. És hát ehhez tartozik még, hogy a sportiskolától kértünk két olyan konténert, ami kívül is alkalmas öltözködésre, van benne hideg, meleg víz, mosdó. Tehát azt gondolom, hogy a körülményekhez képest az ideális feltételeket a sportolásra meg tudtuk szervezni. A helyzet az nehéz, ez igaz. Itt a fejlesztés kapcsán nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezt jelentős részben TAO-s forrásból tudtuk finanszírozni. Úgyhogy köszönjük, ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az Egri Vízmű Sportklubnak, Deng Zoltánnak, aki ezt lehetővé tette, hogy az idei évi programokat felajánlotta és erre a sátorfűtésre tudta fordítani. Ez egy pénzügyileg egy rendkívül nagy segítség volt, mert ezt önerőből a jelen körülmények között biztos nem tudtuk volna megvalósítani. A korábbi évektől eltérően olyan környezetbe tudnak bejönni, ahol egyenletesen tudjuk tartani a levegő hőmérsékletét, ami látható is, hogy a gyerekek is úszónadrágban tudnak akár szárazföldi munkát is végezni. Korábban erre nem volt lehetőség, mert amikor hidegebbre fordult az időtéren, akkor itt már sajnos nagyon hideg volt, illetve nagyon fontos az a beruházásnak az a hozadéka is, hogy száraz, páramentes levegőt tudunk biztosítani. És nem nedvesedik, a ruhák nem áznak át, tehát nincsen párásodás, ami mind egészségügyi szempontból, mind pedig a komfortérzet szempontjából azért ez egy jelentős előrelépés. De nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy ezúton is köszönjük a sportkluboknak a hozzáállását, az elmúlt időszakban tanúsított hozzáállásukat, mert erre a folyamatosan változó környezetre mindig alkalmazkodtak, elfogadták a mi kérésünket, és együtt is tudunk működni. És eddig is úgy gondolom, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk. Nyilván azt látni kell, hogy azért ez őtőlük is kompromisszumokat követel.